A Prosperitáti Alapítvány által kiírt pályázatok újabb nyerteseivel írtak ma alá szerződést itt Szabadkán ünnepélyesen. Az eseményen mások mellett részt vett Szijjártó Péter Magyarország külgazdasági és külügyminisztere is. Jó napot kívánok, miniszter úr! Kezdet csak hanem. Hogyan értékelné nem a mai nap fényében, hanem az elmúlt majdnem két év ö, tekintetében a Prosperitáti Alapítvány munkáját? Egy nagyon nagy ö feladatot kellett végrehajtanunk, tekintettel arra, hogy ilyen határon túli gazdaságfejlesztési programot a magyar kormány még soha nem hajtott végre, pláne nem ilyen volumenben. És ilyenkor mindig nagyon fontos, hogy az adott ország kormánya, olyan esetben a szerb kormány is érezze, hogy ez nem valaki ellen van, és hogy egy ilyen program nem csak a magyar nemzetnek, hanem a magyar nemzet itt élő részének, otthont adó Szerbiának is előnyös. És ugye most, hogy Szerbiával egy történelmi csúcsponton van a politikai-gazdasági típusú együttműködésünk, ez megteremtette azt a bizalmat, hogy ezt a, a programot végre tudjuk hajtani. És az alapítványnak itt le kellett vezényelni egy nagyon bonyolult és hosszú folyamatot, tekintettel arra, hogy a program rendkívül sikeres lett. Tehát a tavaly a kis vállalkozások számára kiírt pályázatra 7000-en jelentkeztek. És azért 7000 pályázatnak a kezelése, elbírálása, a szerződéskötés, a folyósítás, a lebonyolítás, az egy ember próbáló folyamat, főleg úgy, hogy a 7000-ből 6208 nyert, és összesen 9,9 milliárd forintnyi magyar költségvetési támogatást kellett kiosztani. És a Prosperitáti Alapítványnak ez a jó teljesítménye megengedte azt, hogy az idei esztendőben egy újabb dimenziót nyissunk meg, és immáron mind az ipar, mind a mezőgazdaság területén a nagy beruházások számára írjunk ki, és aztán bonyolítsunk le pályázatokat, ahol pedig összesen 36 nagy pályázat érkezett be, amelyből 23 került a nyertesek közé, és összesen 11 milliárd forintnyi állami támogatás érkezett ehhez. Vissza szeretnénk majd térni majd a beruházásokra, a magyar kormány beruházásaira, illetve a szerb-magyar viszonyra is, de azt mondta most, hogy ahhoz, hogy ez sikerülhessen, ebben a szerb államnak is része volt. Milyen része volt ebben a szerb államnak, illetve tudta volna akadályozni ennek a megvalósulását? Hát nézd, Szerbiában vagyunk, a szerb kormány és a szerb állam fennhatósága alatt, tehát nyilvánvalóan sokkal könnyebb végrehajtani egy ilyen programot, hogyha pozitívan viszonyul hozzá a kormány, illetve viszony, pozitívan viszonyulnak hozzá és az, 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 az első állam így volt. És az az első percről így volt. Ugye Alexander uh, Vucic... Uh, uh, szerepvállása, akár miniszterelnökként, akár köztársasági elnökként rendkívül pozitív hatással volt a magyar-szerb kapcsolatokra. Ő mindvégig azt kereste, hogy a két ország hogyan tud pozitívan együttműködni, hogyan tudunk erőforrásként tekinteni a barátságunkra, és hogyan tudunk erőforrásként tekinteni a nemzeti közösségeinkre egymás országaiban. És én azt gondolom, hogy a jelenlegi szerb kormány egy példát mutat még az EU tagoknak is itt a térségben hogy hogyan kell egy nemzeti közösséghez, egy nemzeti kisebbséghez viszonyulni. Éppen ezért az első perctől nagyon pozitívan álltak ez a programhoz, és ezt a programot így, ilyen sikeresen, ilyen nyugodtan nem lehetett volna végrehajtani, hogyha folyamatos akadályoztatással szembesültünk volna mondjuk a szerb állam részéről. Akkor maradjunk már itt a szerb-magyar viszonynál, hogyha elkezdtük soha nem volt még ilyen jó a szermagyar viszony, ezt uh, halljuk az elmúlt években. Mitől ilyen jó most a szermagyar viszony? Mitől lehetett ilyen jó? Először is uh, van egy észszerű hozzáállás mind a két oldalról. Tehát uh, Magyarországnak szüksége van egy erős európai Szerbiára a szomszédságában, biztonságpolitikai szempontból, a nyugat-balkán stabilitása szempontjából és gazdasági szempontból is. Szerbiának pedig szüksége van egy erős támogatóra az Európai Unión belülről a szerb integrációs folyamat felgyorsítására. Eddig nem volt egymásra szükségük? Mindig is szükségünk lett volna, azonban a korábban uh, hivatalban volt uh, kormányok, ezt vagy nem ismerték fel, vagy képtelenek voltak az ehhez szükséges lépéseket megtenni, vagy hiány voltak annak a politikai legitimációnak és annak a politikai, belpolitikai biztonságnak és stabilitásnak, amelynek nyomán ezeket a lépéseket megtehették volna, vagy egyszerűen nem figyeltek oda rendesen erre a, a kérdésre. Most azonban az a helyzet van, hogy mindkét oldalon, szerb és magyar oldalon is olyan uh, kormány, olyan vezetés, áll az ország élén, amely erőforrásnak tekinti a jó kapcsolatot, és inkább a jó kapcsolatot törekszik, mint a rosszra. Ugye a Pásztor István elnök úrnak a gondolatait kell itt szerintem irányadónak tekinteni, mert nem mi Budapestről akarjuk megmondani, hogy hogy kell nemzetpolitikát csinálni a vajdaságban, azt a vajdasági magyaroknak kell megmondani. És ő azt mondja, hogy ennek a jelenlegi szer magyar viszonynak a legnagyobb haszonélvezője az a vajdasági magyarság. És szerintem ennél, hogy is mondja pozitívabb kritika, nemzetpolitikával szemben nem születhet meg, vagy ennél pozitívabb értékítélet egy nemzetpolitikáról nem születhet meg, mint amit Pásztor István rendszeresen mondta. Nem nekünk kell okosnak lenni Budapestről, hanem figyelni kell azokra a véleményekre, amelyek a helyi magyarság részéről jönnek. Miben merül, illetve mit akar a jó szerb magyar viszony? Hát nézz, először is van nagyon jelentős kereskedelmi forgalom a két ország között. Tehát a magyar vállalatok ezreinek jelent piacot a szerb piac, és a két oldalú kereskedelmi forgalom a, dinamikussága az hozzá tud járulni ahhoz, hogy Magyarország évről évre újabb exportrekordokat tudjon dönteni. És ugye a magyar gazdaság nagymértékben kitett a külső tényezőknek, tehát az export teljesítmény az mindig erőteljesen meghatározza a nemzetgazdasági teljesítményt. Ezért aztán a magyar-szerb gazdasági együttműködés az életbevágóan fontos a magyar gazdaság növekedése szempontjából. Másrészt Um, számunkra a Nyugat-Balkán stabilitása az kulcskérdés, mert uh, mi, akik itt élünk, pontosan tudjuk, hogy mi a különbség a között, hogyha nyugalom meg stabilitás van a Nyugat-Balkánon, vagy hogyha nincsen. És éppen ezért egy stabil, erős Szerbia az meg tudja adni a stabilitást a Nyugat-Balkánnak is. Éppen ezért én nehezen értem, megmondom őszintén, és frusztrális az az európai viselkedésmód uh, Brüsszelből amely Szerbia irányába hat. Tehát például Szerbiát akarják leckésztetni kisebbségi jogok vonatkozásában, míg Ukrajnában jelenleg gyalázatos módon két a tapossága a kisebbségi jogokat, Szerbiában pedig példaszerű módon adják meg és tisztelik a jogait a kisebbségeknek. Tehát a jó kapcsolatnak elsősorban az itteni magyarok kell, hogy legyenek a haszonélvezői, és a tőlük kapott visszajelzések alapján ez jelenleg így is van. A Prosperitáti Alapítványra visszatérve, illetve a gazdaságfejlesztésre eddig a családi vállalkozásokat támogatták, idén pedig már a nagy vállalkozók is helyet kaptak a pályázatokban. Miért tartották fontosnak, hogy lépjenek egyet e felé? Azért, mert az igazán robusztus mértékű munkahelyteremtést azt a nagy vállalatok támogatásával lehet elérni. Mert itt sosem kizárólag a közvetlen hatást kell vizsgálni, hanem azt a tényt, hogy most ugye nyert 23 nagyvállalat. Ezek között van táskagyár, bútorgyár, silógyár, zöldségfeldolgozó, autóalkatrészgyár. Ezek ugyan 700 munkahelyet teremtenek közvetlenül, ugyanakkor, ugyanakkor több mint 4300 termelőtől, illetve kisvállalkozástól vásárolnak alapanyagokat, eszközöket, alkatrészeket. Mindez azt jelenti, hogy egy nagyvállalati támogatásnak óriási kisugárzó hatása van a kis és közepes vállalati rétegre. Uh, ugye mostani uh, pályázatok, amik nyertek 23-an, összesen 26,8 milliárd forintnyi beruházást jelentenek, és ehhez a magyar kormány 11,1 milliárd forintos támogatást, biztosított. De ennek a hatása az bőven túlmutat azon a 23 vállalaton, akiket most támogattunk. A gazdaságfejlesztési program ugye vajdaságra irányul elsősorban, nyilván kihatása van Szerbiára is, de a magyar kormány részéről már többször említették azt, hogy szeretnék, hogyha a magyar termékek megjelennének Belgrádtól délre is. Ez a folyamat most hogy áll? Hát igen, ez egy fontos célkitűzés, mert azt gondolom, hogy ezzel lehet igazán bizonyítani azt, hogy amikor mi magyar szerve együttműködésben gondolkozunk, akkor nem csak egy magyar vajdasági együttműködést tekintünk ennek, hanem igenis a Szerbiától, bocsánat, a Belgrától délre eső területekre is koncentrálunk. Nem véletlen, hogy nis városában került sor a legutóbbi magyar-szerb kormánycsúcsa. Annyi előadásra mindenképpen van az OTP egy nagy központot nyitott, uh, Nisben, és uh, ez megteremti a lehetőséget arra, hogy a magyar vállalatok, mint egy bizalmat uh, érezzenek uh, abban a tekintetből, hogy tekintetben, hogy nem csak Szerbia északi részében, hanem a déli részében is uh, van keresni valójuk. Az Eximbanknál nyitottunk egy hitelkeretet amely segíti azokat a magyar vállalkozásokat, amelyek Dél-Szerbiában kívánnak befektetni. Ez egy olyan hitelkeret, amely egy hosszú lejáratú kedvezményes hitelt biztosít a bátor magyar vállalatok számára. Úgyhogy amit lehetett állami eszközökkel, mi megtettük. Innentől kezdve a vállalatokon van a sor, hogy, hogy a beruházásaikkal, a termékeikkel, a szolgáltatásaikkal a Szerbia déli részén is meg tudjanak jelenni. Még egy kérdés erejéig csak a, a gazdaságfejlesztési program. Két év, majdnem két év távlatában ugye az előbb azt kérdeztem, hogy hogy értékeli a Prosperitáti Alapítvány munkáját. Most azt kérdezném, hogy hogyan látja a gazdaságfejlesztést? Történik gazdaságfejlesztés, erősödik a gazdaság? Hát nézz én azt látom, hogy a két oldalú kereskedelmi forgalom növekedése, azt mutatja, hogy Szerbia gazdasága erősödik, és Szerbia gazdasága nem tud erősödni a vajdasági gazdaság erősödése nélkül. Nézze, hogyha 6000 családi, 6200 családi vállalkozás, meg 23 nagyvállalat kap egy jelentős tőkeinjekciót, annak definíciószerűen pozitív hatással kell lenni az itteni regionális és nemzeti gazdasági teljesítményre is. És azok a visszajelzések, amelyeket kapunk a régióból, meg Belgrádból, azok mind-mind arra utalnak, hogy itt egy jelentős előrelépés történt. Ilyen tőke injekciót vajdasági gazdaság régen kapott, mint ma. A miniszter úr szabadkó után Belgrádba látogat ma. Mi a látogatásának a célja? Hát egy hosszú délutánom lesz Belgrádban tekintettel arra, hogy a köztársasági elnök úrral és a miniszterelnök asszonnyal is találkozom, és mellettük a külügyminiszterrel, a gazdasági miniszterrel, az energiaminiszterrel és az európai integrációs miniszterrel is lesz találkozom, tehát talán túlzás nélkül a fél szerb kormánynyal fogok találkozni, de ennek azért van jelentősége, mert most állt fel ugye az önálló integrációs, Európai Integrációs Minisztérium a szerb kormányban. És e, azzal, hogy eljöttem, vagy elmegyek e, e, Belgrádba, azzal szeretném jelezni hogy a magyar kormány továbbra is elkötelezetten támogatja a szerb integrációs folyamatot. Ugye vannak nemzeti szakértőink, akik dolgoznak a szerb kormány mellett. Brüsszelben is a lehetőleg határozottabban támogatjuk az integrációs folyamat felgyorsítását, és folyamatosan, azt, hogy nyomással tartjuk, az, egy, az egy olyan barátságtalan kifejezés, de folyamatosan inspiráljuk és bátorítjuk az Európai Unió soros elnökségét, ugye jelenleg Észtországot, aztán majd a következő bolgárokkal és osztrákokkal is így fogunk tenni, hogy gyorsítsák föl a folyamatot, nyissák meg a lehető legtöbb fejezetet. És uh, mi abszolút támogatjuk a szerv államfőt abban a célkitűzésében, illetve annak az elérésében, hogy 2019-re a csatlakozási tárgyalásokat le lehessen uh, zárni. Ehhez uh, rapid, gyors dinamikus munkára van szükség, és a fejezetek folyamatos uh, megnyitására. Másrészt pedig ugye um, Ugye sok, sok külügyi ügyben uh, mutatnak egy irányba az álláspontjaink, és szerettem volna azt is világosá tenni, hogy a jövő heti Visegrádi uh, és uh, Nyugat-Balkáni külügyminiszterek találkozója uh, előtt a magyar álláspont az Európai Unió bővítéséről nem, hogy nem változott, de még erőteljesebben bővítés párti álláspontot viszünk, mint korábban. És csak még egy gyors kérdés, a végére novemberben lesz egy újabb magyar-szerb közös kormányülés ezúttal Magyarországon. Mik a legfőbb témák, a legfontosabb témák, amiket érinteni fognak ott? Erről fogunk miniszter miniszterúrral tárgyalni a mai napon. Szeretnénk azt, hogyha egy átfogó megállapodást tudnánk kötni arról, hogy a, a Szerbia, és nem csak a Vajdaság, hanem egész Szerbia településein a megújuló közszolgáltatások, kommunális szolgáltatások, vízellátás, villamosenergiaellátás tekintetében a magyar technológiák, know-how-k és műszaki megoldások teret tudjanak kapni. Ez azért lenne rendkívül fontos, mert ez egy újabb lökést adna a kétoldalú gazdasági együttműködésnek. Másrészt az új határátkelőhelyek nyitásáról is szeretnénk, mintásával kapcsolatban szeretnénk további eredményeket elérni, ugyanis azoknak, akik legálisan jó szándékkal kívánnak közlekedni a két ország között új határátkelőhelyeket nyitunk, akik viszont illegálisan akarnak átjönni azokat továbbra sem fogjuk természetesen átengedni. És hát van itt egy nagyon fontos közös beruházásunk, a Budapestet Belgráddal összekötő vasútvonalnak a modernizációja. Ugye a november végén kerül Budapesten sor a Kína, Kelet-Közép-Európa, csúcs találkozóra, ami azt jelenti, hogy 16 közép- és kelet-európai ország miniszterelnöke találkozik a kínai miniszterelnökkel, és ennek a csúcs találkozónak az egyik legfontosabb eredménye az kell, hogy legyen, hogy kiírjuk a tendert már nem csak a Budapest-Belgrád vasútvonal szerbiai szakaszának, hanem magyarországi szakaszának a modernizálására is, és hogyha minden jól megy, akkor a csúcsal egy időben itt a szerb területen meg is tud kezdődni a, az építkezés. Tehát néhány éven belül a kínaiak tengeri sejemút koncepciójának európai kezdőpontjától, vagy hogy nézzük végpontjától, Pireusztól, a Nyugat-Európába vezető leggyorsabb szállítási útvonalnak, ennek az útvonalnak kell majd lennie. Ez jó lesz, mint Szerbiának, mint Magyarországnak. Miniszter úr, köszönjük szépen! Köszönöm, hogy láttam.